Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom nektek, hogy mi lapult a márciusi Pixibagben. Ez a kiadás most főként a Nivea-ról szólt, hiszen 4 teljes kiszerelésű termék is volt a neszeszerben a márkától, erről előre értesítettek is minket hírlevélben még a rendelés előtt. Ezen kívül volt még egy teljes kiszerelésű termék a Max Factortól és a Hansaplasttól is, valamint egy utazó méretű termék az X-Appeal-től, plusz egy relaxáló ital a Tranquility-től. Nézzünk is minden szép sorban. Volt a neszeszerben egy Nivea Care Shower Care & Cocoa kakaóvajas krémtusfürdő. Ez a tejproteinnal gazdagított krémtusfürdő ápolja és hidratálja a bőrt. Bár picit hígabb, mint az általam eddig használt krémtusfürdők, de biztosan el fogom használni ezt is. A következő termék az a Nivea Protect & Care izzadásgátló spré, ami 48 órás védelmet ígér. Bár én ebben annyira nem hiszek, de egy jó kis izzadásgátló mindig jól jön, és mivel én leginkább a sprét vagy stiftet preferálom, így biztos, hogy ezt is el fogom használni. Volt még a neszeszerben egy Nivea Repair & Targeted Care száraz károsodott hajra való sampon a hozzátartozó balzsammal. Ezek segítenek belülről helyreállítani a hajat, így erősítik is azt, és védik a további káros hatásoktól. Őszintén szólva, én még soha nem próbáltam Nivea hajápolókat, úgyhogy most épp itt az ideje ennek. Ugorjunk a következő termékre, ami az új Max Factor Marilyn Monroe rúzsok közül a Marilyn Sunset Red árnyalat. Nem ismeretlen számomra ez a rúzs, mivel próbáltam már belőle egy másik színt. Nagyon kellemes viselet az ajkakon, egyáltalán nem szárít, gyönyörű élénk színe és fénye van, és a 4 árnyalat közül biztos, hogy mindenki megtalálja a hozzá passzoló vöröset. Rakta passz a Pixibagben, hát először én is picit furán néztem, de nekem, aki mindig megégeti vagy elvágja az ujját, nagyon is jól jön. A Hansaplast Universal 10 darab vízálló rakta passz tartalmaz, 6-ot a keskenyebbikből és 4-et a szélesebbikből. Ezúttal kaptunk még egy Tranquini italt is, ami elvileg segít enyhíteni a stresszt és növeli a koncentrációs képességet, természetes gyógynövény és zöldtea tartalmának köszönhetően. Őszintén szólva, én nem igazán szeretem az ilyen italokat, de megkóstoltam, és ilyen gyümölcsös, picit áfonyás íze van. Volt még a neszeszerben egy X-Appeal Intimo utazó méretű intim mosakodógél, mivel én nem használok ilyesmit, így ezt oda fogom adni valakinek. És végül, de nem utolsó sorban volt még egy minta az új Max Factor Miracle Match alapozóból, ami egyenletes bőrtónus, tökéletes árnyalatot és hibátlan ápolt arcbőrt eredményez. Ez a minta, amit én kaptam, nekem sajnos túl sötét, viszont nekem ebből van egy teljes kiszerelésű termék, aminek tökéletes az árnyalata, úgyhogy lehet, hogy fogtok még hallani róla a vlogon. És végül, de nem utolsó sorban nem mehetek el szó nélkül a neszeszer mellett sem, ami szerintem ezúttal is nagyon jól sikerült. Nagyon tetszik a színe, illetve rajta ez a pozitív üzenet, you are magical, vagyis varázslatos vagy. És ennyi volt a márciusi Pixibag, aki esetleg nem tudja, hogy egyáltalán mi is ez az egész, annak be fogok tenni különböző linkeket a videó alatti leírásban, ott bővebben is olvashattok róla. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, sziasztok!